Ez már melanoma, ez is melanoma, ez is sarki melanoma, ez már... Ligeti Judit bőrgyógyász a halálos melanómát, valamint a műtéttel és sugárkezeléssel eredményesen gyógyítható bőrrák típusokat mutatja. Azt mondja, minden évben többen érkeznek a rendelésére ilyen bőrbetegségekkel. Ezek közül a legveszélyesebb a melanóma. Magyarországon is szerte a világon is emelkedik a rosszindulatú bőrdaganatok gyakorisága. Ebben többek között a fokozott UV-sugárzás játszik szerepet. Ezért nagyon fontos, hogy kora tavasszal, szeles, felhős időben, kertészkedés, biciklizés, kirándulás közben is oda kell figyelni a bőrünkre. A túlzott vagy éppen óvatlan napozás miatt ugyanis az anyajegyekből és az éhbőrből is bőrrák, valamint melanóma alakulhat ki. Bőr emlékezik, összeadódnak a nyarak, összeadódnak a napok, ha még valaki szoláriumba jár, az még ráduplázz rendesen, és a időnapártalom az vezethet különböző bőrnövedékekhez, késői anyajegyekhez, amik elsősorban kozmetikai hibát okoznak, de egy részük elfajulhat, és bőrrák alakulhat ki. A betegséget megfelelő fényvédelemmel, a napozásra vonatkozó szabályok betartásával, a szolárium kerülésével és rendszeres szűrővizsgálattal előzhetjük meg. Az arcunk védelmére pedig különösen oda kell figyelni. Oda 50 pluszos naptejet kell kenni, mivel a bőrrák az arcunkon alakul ki a leggyakrabban. A melanoma szűrést évente mindenkinek javasoljuk. Ugyanis bőrmikroszkóppal nézzük meg a bőrt, ami sokkal jobban lát, mint a szem. Tehát anyajének a szerkezetét mutatja, hogy szabályos vagy fölbomlóban van, és észre lehet venni olyat, amikor még csak indul rossz felé, és ha akkor ki van véve, akkor nincs következménye, ugyanis a melanómánál az a gond, hogy nagyon hamar ad áttéteket. A legapróbb bőrelváltozással érdemes tehát felkeresni a szakorvost.